Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi a terve veled kapcsolatban? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Iriana számára. Kedves Iriana, üdvözöllek téged! Szeretnék tudni, hogy visszatér-e, keresi-e a kapcsolatot veled, mi a terve. Először megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét, és ezt mutatja itt ez a kártya. A négyes szám arra utal, hogy szüksége van a biztonság érzetére. Nem csak a párkapcsolat területén, hanem ami az anyagiakat illeti, az anyagi biztonság. Itt ül, ezen a ládán, ő valamit meg akar tartani, és az is lehet, hogy várakoztat téged, mert itt nincs mozgás. És mi a terve a későbbiekben? Itt mutatja ezt a kártya, az azt jelenti, ő saját maga kezébe veszi a dolgokat. Végre indulnak az események. Elhagyja ezt a ládát, amit most ő őriz, és indít valamit. Itt a tűz eleme jelenti a lelkesedést is. Mi áll a középpontban? Azt mutatja itt a kártya, megint a négyes szám. Ez a négyes szám, mint mondtam, az jelenti azt, amit ő szeretne. Ez a biztonság érzete a párkapcsolat területén és az anyagiak területén is. Itt ő győzni akar. Ahogy látod itt a képen ezeket a botokat, ez olyan, mint a korlátozások. Itt szűk a helyzet, de ő ezt el szeretné kerülni, vagy ki akar lépni ebből a helyzetből. Ő fel szeretne lélegezni, kell neki a szabadság érzete, és ő mint győztes szeretne ebből a helyzetből kilépni, amit ő úgy érez, hogy valami vagy valaki fogva tartja őt. Ezek lehetnek az ő gondolatai és félelmei is. Kihat rá az ő környezetében, itt van egy lopás. Vagy valaki ellopott tőle valamit, de a képeknek szimbolikus jelentései vannak, és ez arra utal, hogy ezek a kapcsolatok már nincsenek. Mi változik nála, azt mutatja itt ez a csillagkép, ami szerencsét hoz. Ő bízik a jövőben, ő bízik a szerencsében. Hogyan áll hozzád, azt mutatja itt ez a kártya. A nyolcas szám azt jelenti, itt van, vagy volt egy húzavona. Egyszer így, egyszer úgy. Te az érmék jelentik az értékeket. Te értékes vagy számára. De itt kell, hogy dolgozzatok. Kidolgozzátok a jövőt, hogy ez a húzavona, ez véget érjen. Ami még jó ennél a kártyánál, hogy ezek az érmék a föld elemét jelképezik, és azok a tettek, a reális dolgok. És itt megkapod a választ, ő visszatér hozzád. Van valaki az életében, egy másik hölgy, a választ ez a két kártya mutatja. Itt a hatos szám a múltra utal. Ez nem a jelen, hanem ezek az emlékek. Ő emlékezik valakire. És itt vannak szív fájdalmak, sebek. Nem csak nála,
hanem ennél a hölgynél is. És mi zavarta őt annak idején ebben a kapcsolatban, azt mutatja itt ez a kép. Az egyik férfi gazdag, a másik kap valamit, a harmadik figyeli és nem kap semmit. Ezek igazságtalanságok, és itt valaki kihasznál valakit. Ő annak idején úgy érezte, hogy ez a hölgy kihasználja őt, anyagilag is elképzelhető, mert itt vannak az érmék. És mi a terve veled kapcsolatban, azt mutatja itt ez a kártya. A 10-es szám azt jelenti, itt lesz köztetek egy új kezdet, és ti lezárjátok a múltat. Egy új periódus kezdődik, egy új ciklus. És itt a kelyhek utalnak az érzelmekre, mert a kelyhek szimbolizálják a víz elemét, és az az érzelmeket jelenti. Ez a férfi szeret téged. Itt a képen látható egy boldog családi állapot, és ez az álma, ez a vágya, ez a reménye, hogy ti együtt éljetek egy boldog családi körben. Mit tudsz tenni ahhoz, hogy javuljanak az események? Figyelj ezekre a kelyhekre, ez a te érzéseidet mutatja. Itt ez a három kehely, ez össze van törve, és itt folynak a könnyek. Szomorúság. Ez jelenti a múltadat. Jelen pillanatban meg kell, hogy állj egy pillanatra. Ez egy szünet. És figyelj a belső hangodra. A jövőt ez a kettő kehely jelzi. A párkapcsolat, ti ketten, te és ő. És ez a kehely itt még mindig megvan, ez nem tört el. Itt nincsenek könnyek, és egy boldog jövőt jelent számotokra. Az érzéseket is meg kell fordulni. Látnod kell, mi van a hátad mögött. Ez a kártya az igazságot jelzi, az igazság győz, és ez a jövőtök. Itt fontos döntéseket fogtok hozni. A mérleg jegye nem csak az igazságot szimbolizálja, hanem a párkapcsolatot is. Ez a kard, ez elvág valamit, mégpedig a félelmeket. Ettől megszabadultok, és jelzi a döntéseket. Én most megkérdezném az Ingát. Mire várhatsz? Visszatér ő, mert szeret téged? Igen, nem, vagy talán. Ha az Inga jobbra fordul ki, akkor az azt jelenti, igen, ő visszatér, mert szeret téged. Ha az Inga balra fordul ki, akkor nincs esély. Amennyiben az Inga megáll, akkor megállnak az események, és nem lehet tudni, hogyan tovább. Először megállnak az események, de kimozdult az Inga jobbra, és az azt jelenti, igen, ő szeret téged, visszatér hozzád, de ez még idő kérdése. Én úgy gondolom, ezt mondja a belső hangom, hogy az körülbelül év vége, jövő év elején fog bekövetkezni. Kedves Iriana, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra.